egyetemi hallgató mozgalmat indított el a föld védelmében. Már akkor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész földre kiterjedt az általa kedvezményezett mozgalom. 20 évvel később az ökológiai válság jeleit, azaz az ipari szennyezést, az esőerdők kiirtását, a veszélyes hulladékokat, az óceánok szennyezését, stb. Látva a közös felelősségre hívták fel a figyelmet. Mit tehetünk mi a föld védelme érdekében? Nagyon sokat. Ezért készültünk ma nektek ezzel az akadályversennyel, amit most röviden ismertetek nektek. Bemelegítünk egy picit, egy kis mozgással a Kriszti néni által, illetve segítségével, amihez majd megkérlek benneteket, hogy hogy helyezkedjetek el. Ezt követően újra kellene sorakozni osztályszinten, és ahogy reggel már elpróbáltuk, úgy fogunk különböző csapatokat kialakítani. Csapatonként szükség lenne egy megbízható emberre mindenféleképpen, aki a csapatkapitány szerepét majd felvállalja. Az ő feladata lesz, hogy a menetszervet, amit majd a kezébe kap, mindig ő őrize, és ő fogja a különböző helyszíneken átadni a tanárnéninek. A menetlevélen szerepel egy térkép. Számozva van az útvonal terv. Nyilván az egyes számmal fogunk indulni. Mindenki, amikor megkapta a menetlevelet, átnézi a Anita néninél, hogy merre is kell indulnia. Minden csapattal egy felnőtt kísérő fog menni, tehát bármi problémád van, közben hozzá fordulhatsz. A térképen ügyesen el fogtok igazodni, bízom benne. Az első lépés az lesz, miután megkaptátok, hogy a padokra leültök, az első csapat kivételével ki kell dekorálni szépen, amit Anita néni mutat a színezőt, egy csapatnevet kitalálni, és akár egy csatakiáltást is. Nagyon szeretnénk, jó? És ráírni a csapat nevét, jó? Aki szépen, ügyesen tud írni, hogy olvasható legyen, írja rá. Jó, akkor ezt követően most megkérnék mindenkit, figyelj! Úgy helyezkedjetek el az udvarban, hogy az ablak fele fordulva, mert a Kriszti néni oda fog középre a csatorna környékére állni, és ti forduljatok vele szembe, jó? Legyetek szívesek most egy kis bemelegítésre. Most szabad menni, jó?